Április 22-én rendezték meg az Automotív focikupát Budapesten. A járműipari beszállítók csapatai versenyeztek, köztük a szombathelyi BPV gárdája is, a Mátyásföldi Ikarus sportpályán. Amatőr, de lelkes foci csapatunk most már több helyszínen megmérette magát. Voltam velük, vagy volt szerencsém, hogy külföldön is játszottunk, a BPV kupán vettek részt, illetve most először első alkalommal az Automotív foci kupán szereplünk. 56 csapat színeiben fél ezernél is több foci barát versengett a műfűves pályán. A szombathelyiek 8 mérkőzést játszottak, a csoportból veretlenül jutottak tovább. Nagyon jól éreztük magunkat, a csapategység nagyon jó volt, küzdelmes meccsek voltak, nagyon elfáradtunk. A 8 mérkőzésből a BPV-sek 5-öt megnyertek, 2-t döntetlenre hoztak, és a negyed döntőben is csak 1-0-ra kaptak ki. Úgy gondolom, hogy egy rendkívül jó tornán vagyunk túl, 56 csapatból a legjobb 8 közé egyetlen vasi csapatként bejutottunk. A szervezés részét én bonyolítottam a BPV Hungária Kft-ben. Nagyon szépen köszönöm a vezetőknek, hogy elengedték a fiúkat a munkából, illetve nagyon szépen köszönöm a fiúknak is, hogy így helytálltak és ennyire komolyan vették ezt a tornát. Úgy gondolom, hogy nagyot küzdöttünk itt a legjobb 8 között, sajnos elvéreztünk. A sportesemény nem csak a versengésről, az ügyességről és az állóképességről szólt, hanem lehetőséget adott az ágazatban dolgozóknak a találkozásra, új barátságok megkötésére is. A focikuba fővédnöke a külgazdasági és külügyminisztériumot vezető Szijjártó Péter volt.